Jó estét kívánok! Sajnos nem túl veretes a Fehérvárral V19 mérlege az EBL-ben, az eddigi 12 mérkőzésből. Háromszor győztek, és egy alkalommal a túlórában szerezték meg a győzelmet a fehérvári jégkorongozók, és ez a 11 pont sajnos a 12 csapatos bajnokság utolsó helyére elegendő. Hogy mi történt eddig, és vajon mi az oka annak, hogy nem tud szárnyalni a csapat még annyira itthon sem. Többek között erről lesz majd szó a következő nagyjából 25 percben. A Bajnokok Városa vendége Széli Viktor, a Fehérvár V19 general manager. Köszöntelek a stúdióban. Bernard Laporte mester a legutóbbi mérkőzés után azt mondta nyilatkozatában, azt nyilatkozta, hogy azt tudomásul kell venni, hogy nem képes a csapat arra, hogy 3-4 góllal meccseket nyerjen, 1-2 góllal tudja majd megnyerni a meccseit, és éppen ezért türelmesnek kell lenniük a pályán. Te mennyire vagy türelmes? Szerbusz, én egy alapjában egy türelmes ember vagyok, de vannak határai ennek a türelemnek, én úgy gondolom. És mennyire messze van most ez a határ nálad? Hát ahogy itt említetted itt a tényeket, meg a számokat, nem vágtunk bele túlságosan vérmes reményekkel ebbe a szezonba. Én nem gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy rájátszásba szeretnénk jutni, ugye ez volt a hivatalos célkitűzés, az olyan nagyon távol állt volna attól, amilyen képességűnek gondoltuk ezt a társaságot. Ugye az összes 12 csapat az EBL-be ezzel a céllal indul neki, hogy rájátszásba szeretne játszani. De valahogy ez a dolog most nem működik jól, ugye ránézzünk a táblázatra, az elég érdekes, ugye Red Bull Salzburg van előttünk egy ponttal. Nagyon kiegyenlített és erős ez a EBL bajnokság ebben a szezonban. Ami nagyon kár, és ami miatt talán a türelem nem annyira véges, mint amilyen türelmes ember vagyok, az azért van, mert nagyon sokszor sajnos nem azt a teljesítményt, vagy nem azt látjuk a pályán, mint ami az elképzelés volt, vagy mondjuk amilyen taktikai utasítások az öltözőbe elhangzottak mondjuk a mérkőzés előtt. Az is tény, hogy hiába a 12. csak a Fehérvár V19, azért nem sok pont választja el például a 7. helyezett Zágrábtól, amely 15 egységet számlál, úgyhogy azért ez a hajó még nem ment el, vagy nem csúszott el a jégen. Én is úgy gondolom, tehát egy kör lement plusz egy mérkőzés, itt azért még elég sok mérkőzésen bedobják majd még a korongot, tehát a pánik nincsen, de azt azért mindenképpen látjuk, hogy itt azért változtatni kell egy-két dolgon, mert valamiért csak van, hogy azt a sok helyzetet nem tudjuk belőni, vagy olyan hibákat követünk el folyamatosan, amit nem szabadna. És szeptemberben ezek a helyzetek mitől mentek be? Hogyha megnézzük, azért nyertünk 3 mérkőzést, azért soha nem volt gólzáporos győzelmek ezek, tehát mindig egy keményen megharcolt győzelmek voltak, ezzel semmi baj nincsen, tehát volt már olyan szezon itt, hogy 3-2-re nyert a csapat Zsinórba nem tudom néhány meccset. Most az a baj, hogy 3-ig nehéz eljutni, tehát a 2-nél megragadunk 2 lőtt góllal, azért nagyon nehéz ebben a bajnokságban mérkőzést vagy mérkőzéseket nyerni. És mit kell változtatni? Hát szerintem elsősorban itt a fejben kell ezt az egész dolgot összerakni. Ugye a hét folyamán meg folyamatosan azért az edzőistából és a játékosokkal is beszélünk, hogy mindenki azon dolgozik egyébként, hogy ez a dolog működjön. Én úgy gondolom, hogy hozzáállásban vagy küzdeni akarásban itt nincsen probléma, itt mindenki tényleg azért dolgozik, hogy ez a dolog ez működjön, meg sikeres legyen. Az edzői stábtól kapott információk szerint megkapják az itinereket a játékosok, de valami mégsem úgy történik, ahogy történik. Ugye láthattuk a mérkőzéseken is pont legutolsó, ami ugye a legfrissebb emlék, hogy 9 ember előnyben nem tudtunk egyet sem kihasználni. Mellette viszont, mondom, olyan bosszantó hibákból kapjuk a gólokat, amik elkerülhetők lennének. Én úgy gondolom, hogy itt fejbe kell ezeket a dolgokat rendbe rakni, elsősorban az edzői stábnak a játékosok felé. És hát, hogy hogyan tud átlendülni
részben mondjuk egy csapat a holdponton is hogyan tud extra teljesíteni, azért erről egy szapporói hős is sokat tudna mesélni a fehérvári játékosoknak. Te beszélgetsz velük? Persze, amikor lehetőség van, akkor mindenképpen igen. Az még azért egy másik fajta sportág volt, hogy így mondjam, meg egy más generáció, nem azt mondom, hogy ez rosszabb vagy jobb, ez más. Azért fiatal játékosok vannak ebben a csapatban, ez nem is volt titok, tehát igazából egy 20-21 éves játékos mondjuk, vagy egy újonc éppen, azért nem feltétlenül tőle kell azt várni, hogy majd ő itt húzó embere lesz ennek a csapatnak. Van itt 11 külföldi játékos, és van jó pár, akitől azért sokkal több pont kell ahhoz, hogy a csapat sikeresebb legyen, meg az egész dolog működjön rendesen. És a húzó játékosokkal te személy szerint mennyire vagy elégedett az idegen légiósok közül például? Nem, hát elégedettek semennyire. Amúgy is, tehát egy sportban, ha egy edzőtől megkérdezed, vagy egy vezetőtől, akkor ha azt mondja, hogy ő elégedett, akkor az úgy egy veszélyes szituáció. Tehát ritkán elégedettek a sportvezetők vagy edzők. Én sem vagyok elégedett azzal, amit eddig látunk, hiszen tisztában voltunk azzal, ugye, hogy nem ebben szinten szupersztárokat igazoltunk ide, de jó képességű játékosok ők, pluszban motivált játékosok ők, de azért az nem néz ki túl jól, hogy így finoman fogalmazzak, hogy az első játékosunk a Liga kanadai táblázatán 60. helyen áll, és ő is csak 7 meccset játszott eddig a szezonban. Ami viszont talán egy picit a szurkolók türelmét, hogy úgy mondjam, megnyújtja, vagy türelmesebbé teszi őket, hogy azért a győzelmeket itthon húztátok be. Ez nyilván sokat jelent. Mindenképpen fontos az, hogy hazai pályán jól szerepeljünk, de mondom őszintén, hogy az aggasztó, hogyha elhagyjuk a Fehérvár táblát, akkor onnantól kezdve nem nagyon tudunk labdába rúgni, most így a másik sportággal belevonva, de ahhoz, hogy előrébb lépjünk, ahhoz, hogy ott maradjunk a tűz közelbe, ahhoz, hogy a célkitűzésünk, hogy ott a rájátszásban ott legyen a Fehérvár AV 19 is, ahhoz mindenképpen fontos az, hogy idegenben is pontokat tudjunk szerezni. Ugye nem lehet minden hazai mérkőzést megnyerni, tehát az idegenbeli pontok nélkül ez így nagyon nehéz lesz. Melyik volt az a mérkőzés, amivel mondjuk, ha nem is voltál maradéktalanul elégedett, mert hogy olyan, az nem jó, de amiben olyan arcát mutatta a Volán, amilyen kellene, hogy legyen? Ez egy érdekes kérdés, mert vannak olyan győztes mérkőzések, amikor az ember nem elégedett azzal, hogy a csapat játszik, mégis győz, és vannak olyan vesztes mérkőzések, amiben a játékosok azt adják vissza, amit igazából a látni szeretnénk, de mégsem nyerünk. Tehát nem mondom, talán ez is a hiányérzet, hogy ebben a szezonban azért nem nagyon fordult olyan elő, hogy minden klappolt volna. Tehát sok minden a helyén van, mondom, az akarással, én úgy gondolom, hozzáállása semmi probléma nincsen. Itt inkább azzal van, hogy úgy egyszerre, ha van egy jó kapus teljesítményük, viszonylag kevés hibával játszunk, ugye hiba nélkül elképzelhetetlen ez a sportág, 0-0 lenne a mérkőzés, ha senki nem hibázna, és hát nem lenne túl izgalmas. És a másik a helyzetek eredményes befejezése, mert azért most itt megint az utolsó meccsre kitérve azért 45-ször próbálkoztunk kapura lövéssel, 9 ember előnyünk volt, és abból csak két gólt lövünk, az azért elég kevés. Persze mondom, vannak olyan dolgok, amik viszont pozitívak, tehát nem akarom itt teljesen feketére festeni ezt a képet, ahol vagyunk. Ugye remek jégidőkkel sokat játszanak a fiatal játékosaink, és egész eredményesen is jól teljesítenek eddig, de mondom, tehát nem elsősorban rajtok fog az múlni, hogy mi egy versenyképes csapat leszünk, aki mondjuk legalább annyiszor nyer, mint nem, hanem a rutinosabb külföldi játékosoknak itt nagyon fontos szerepe van ebben. Ja, nyilvánvalóan Székesfehérvár teljes mellszélességgel a Fehérvár AV 19 SC mögött áll, erről ugye ezt polgármester is számtalan alkalommal hangsúlyozza. Ugye ez a dolog egyik fele, a másik fele meg az, hogy mondjuk mekkora a különbség lehetőségben, meg mondjuk költségvetésben
a Fehérvár a V19 és a liga többi csapata számára? Mekkorák ezek a bizonyos különbségek? Hát nagy különbségek vannak, pont azért emeltem ki Red Bull Salzburgot, aki egy pont előttünk áll, hogy szerintem alsó hangon ilyen többszörös a különbség, de még egyszer mondom, ez az elejétől kezdve, tehát amióta a csapat a ligában van, ez tiszta, tehát, de úgy gondolom, hogy ennek ellenére is egy versenyképes csapatunk azért simán van. Én úgy gondolom, hogy a képességek szempontjából is vannak ügyes játékosaink, jó játékosaink, de mondom, valamiért ez most még egyelőre nem működik. A helyzet nem túl rózsás jelen pillanatban, de mindenki azon dolgozik, hogy ez megforduljon, mindenki azon dolgozik, hogy az eddigi bizalmat, meg a közönség szeretetét azt a csapat majd egy több győztes meccsel, mint vesztessel meg tudja majd hálálni. Erre számítottál már, mint körülményekben és nehézségekben, amikor general menedzserkedésre adtad a fejedet? Hát jobban el tudtam volna, vagy nem is tudom, hogy el tudtam volna, de biztos, hogy egyszerűbb lett volna az, hogyha ha mondjuk flottul mennek a dolgok állandóan. Nem így történt, de hát pont ezek azok a helyzetek, amikor olyan döntéseket kell hozni, ami reményeink szerint, ugye a sportban egy az, hogy nincs garancia, kettő meg az, hogy hozunk egy döntést, és majd reméljük, hogy jó döntést hoztunk majd a szezon végén, amikor visszanézzük. Hát itt egy kicsit talán jósnak is kell az embernek lenni, de azért tehát nem ennyire bonyolult ez a helyzet, nagyon sokszor egy sportvezetőnk a megérzéseire hallgat, és reméli, hogy az a megérzés az majd be fog neki jönni. Ugye lehet itt utána járni, telefonálgatni, megismerni, stb., de ez egy olyan sok összetevős feladat, hogy mondjuk egy csapat működik-e, nem működik, ott a játékosok között milyen hangulat van, én úgy érzékelem, hogy ezzel itt semmilyen probléma nincsen, hogy az edző mennyire felkészült, vagy nem felkészült, mennyire tudja átadni azt, amit ő szeretne látni a játékosoknak. Tehát annyi minden dolog van, hogy itt biztosan nem tud igazából az ember menni. És mindközül, az összes feladatot közül mondjuk mi az, ami a legnagyobb nehézséget okozza, vagy ami számodra a legnagyobb kihívás? Hát az, hogy az ember talán nyugodt maradjon és próbáljon egy kicsit mindig előrébb tekinteni, mint mondjuk a következő mérkőzés, mert egy kicsit mélyebben vagy átfogóban látni a problémát, mint az, hogy mondjuk most egy játékos elhagyta a korongot, a kék van, és a másik oldalon ebből gólt kapunk. De mellette viszont emiatt izgul az ember sokkal jobban. Tehát most ugye a nagy különbség ahhoz képest, hogy amikor játékos voltam meg most, az, hogy akkor addig izgultam, amíg a korongot be nem dobták, most meg onnantól izgulok, hogy a korongot bedobják. Van, amit másképp csinálnál? Hát, general managerként? Ez egy jó kérdés. Lehet, de azért mondom, hogy ezt nem lehet előre, nem lehet dolgokat előre kiszámolni, tehát utólag okos az ember, vagy okosabb az ember, amikor már látja a következményeit a döntéseinek. Nem gondolom, hogy eddig olyan fatálisan rossz döntéseket hoztunk volna, hogyha ez nem működik, akkor azt viszont akkor lenne egy vezető rossz, ha ezt nem látná be, és nem próbálná orvosolni azt az adott helyzetet. Ugye, hogyha végignézünk a csapat eredmény listáján, akkor azt láthatjuk, hogy azon együttesek, akiket ugye sikerült legyőzni, ők azért javarészt az alsó házat alkotják. És azt gondolom, hogy ez is bizonyítja azt, hogy azért Volánnak igenis van keresnivalója, akár még a tabella közepén is, ami akár a rájátszás elérését is jelentheti. Igen, ahogy már említettem neked, eléggé kiegyenlített ez a liga. Tehát itt az első, ugyanúgy ki tud kapni mondjuk az utolsótól, Vienna Capitals ebben a szezonban mondjuk egyelőre még veretlen, de az összes többi csapatnál ott azért elég rendesen vannak akár érdekesebb eredmények is, tehát itt mindenki szinte el tud kapni mindenkit. Úgyhogy tavalyi szezont például ott a Klagenfurt ellen volt a legjobb mérlegünk, akik ugye döntőt játszottak a végén, mi meg az utolsó helyen végeztük ugye a szezon végén, tehát ez ilyen szempontból kiszámíthatatlan, hogy most éppen a tabella végén lévő csapatok
ellen megy jobban, vagy az elején. Régebben az volt a jellemző, hogy pont az olyan csapatok ellen, akik tulajdonképpen közelebb voltunk hozzájuk, és nekünk kellett volna mondjuk a játékot irányítani, az nem működött, és amikor egy erősebb csapat ellen játszottunk, akkor talán gátlások nélkül, vagy felszabadultabban, akkor mindig jobban ment a játék. Ez egyébként a magyar válogatottra is jellemző volt korábban, hogy az olyan csapatok ellen, akik ellen kötelezett a győzelem, az mindig nehezebb volt, vagy talán egyszerűbbnek tűnt a győzelem, és a favoritok ellen viszont megszárnyaltunk. A légiósokról részben már szó esett, nem beszéltünk még a hazai játékosokról. Közülük ki az, vagy kik azok, akiktől mondjuk egyértelműen többet vársz? Hát ugye ebben a szezonban már ezt is említettem, hogy azért fiatalabb ez a magyar mag, mint korábban volt. Én úgy gondolom, hogy ők többé-kevésbé hozzáteszik, amit tudnak. Tehát mondjuk egy Sárpátki és ugyanúgy két gólja van, mint Lovecchionak, aki ugye nem feltétlenül azért jött ide, hogy ne, ő 12 meccs után két gól álljon. A Sárpátki Tamásnál pedig a két gól az nem olyan rossz ahhoz képest, hogy persze lehetne több is, ugye nem vagyunk elégedettek a dolgokkal, de én úgy gondolom, hogy ők hozzáteszik azt, amit tőlük el lehet várni. Ugye csatlakozott Hári János is ide a kerethez, mint magyar játékos, őt nagyon sokszor így egymás között is azért a légiós kategóriába soroljuk, sok szempontból, de ő azért egy nagy nemzetközi tapasztalattal, magas ligákból összeszedve ezeket a tapasztalatokat érkezett, és igen, mindenki egy kicsit talán a csodát is várta tőle, hogy itt aztán majd ő lesz az, aki az egyik legjobb játékosa lesz a ligának. Tőle is több kellene majd ahhoz, hogy közel kerüljön mondjuk ehhez a státuszhoz, hogy ő egy meghatározó jó játékos ebben az EB-ben. Csak hogy egy kicsit előre is tekintsünk, ugye az Noimoi vizit következik, majd két nappal később itthon a Linccel játszotok. Nagyjából mi a célkitűzés? Az egyik meccs sem lesz egyszerű. Az egyik azért, mert a Fehérvár táblától elköszön a csapat, a Linz pedig a második a bajnokságban. Hát ugye ezen a héten volt, mondom, az edzői stábban és a csapattal is egy megbeszélés, hogy ugye letelt egy kör, tehát hogy így körülbelül kiosztásra kerültek így a bizonyítványok idézőjelben, hogy most hol is állunk. És van elégtelen? Hát én úgy gondolom, hogy úgy összességében azért közel van ahhoz a teljesítményünk. Vagy igaz, tehát összesítésben én úgy gondolom, tehát hogy ahogy mondom, tehát hogy a hozzáállásban a tényleg mennyit tesznek bele a játékosok, meg mindenki normálisan edz, azzal semmi probléma nincsen, de a hatékonyság, az eredményesség, ott azért meg vannak, mondom, olyan az emberelőnyös játékunk is, amelyik sokkal, de sokkal jobb lehet a speciális szituációk, ugye az ember hátrányok kivédekezésébe se állunk valami túlfényesen, tehát vannak itt olyan tantárgyak, ha már így itt tartunk, ahol inkább az elégtelen fele vagyunk, de mondom, vannak pozitív dolgok is, én azért földet még nem dobnék erre a dologra, de itt az ideje, hogy a szurkolókon és a vezetőségen kívül azért mindenkibe tudatosuljon, hogy itt azért ennél sokkal több kell. És milyennek érzed a mester, vagy úgy tetszik az osztályfőnök és a tanítványok közötti kémiát mondjuk az elmúlt szezonhoz képest, amikor ugye Laporte mester egy olyan csapattal kezdte meg a munkát, amelyhez, vagy aminek az összerakásához ugye neki nem volt köze, mert belecsöppent ebbe a közegbe egy vészmegoldás révén. Hát úgy gondolom, hogy ezzel itt így nem lehet probléma, tehát a játékos keret kialakításában azért neki is jelentős szerepe volt. Mondom, ezekben az összejövetelekben azért erre is kitértünk, a csapat bízik a vezetőedzőben, én mondom, remélem, hogy ennek lesz majd valami látszatja is kezdve ettől a hétvégétől. Ez egy megválaszolhatatlan kérdés, de melyek azok a csapatok, akik abszolút verhetők, vagyis akiket meg kell verni, nincs mese, itthon idegenben, hogy meglegyen mondjuk a playoff előbb-utóbb?
Nem emelnék ki csapatokat, tehát az mindig a következő meccs mindig a legfontosabb, és ott kell megpróbálni minél több pontot begyűjteni. Én úgy gondolom, hogy ahogy már említettem is, hogy ugye most jelen pillanatban a Bécs az, aki veretlenül az első, de az összes, akár őket is el lehet majd egyszer talán kapni egy nagyon jó játékkal, meg hogyha tényleg minden összejön, de tehát nincs itt lefutott mérkőzés, nincs itt előre papírforma eredmény, bárkit megverhet. Tehát nem gondolom, hogy az előremutató lehet, hogy most nekünk a Dornbirnt 4-4 le kell tudnunk győzni, de a Bécs ellen elég az egy győzelem. Itt az a lényeg, hogy a 44 mérkőzés után, vagy majd utána a középszakasz után hányadik helyen állunk. A Visegrád kupát mennyire szereti a csapat, ahol már a legjobb 4 között vagytok? Hát ugye ez egy új kezdeményezés, ilyen tesztüzemben van ez az egész dolog. Most ugye bejutott az elődöntőbe a csapat, ahol a Nyitrával játszunk majd. Úgy gondoltuk az elején, hogy ugye ez a csoportkör, ez ilyen edzőmérkőzéseknek remek alkalom felkészülésre, és ott volt a kérdőjel, hogy ugye a szezon közben mennyire fog tudni majd az adott csapat erre koncentrálni, amikor ugye a bajnokságban is vannak feladatok. Most a Novezám sikerült túljutnunk, a Nyitra az már egy nehezebb falat lesz, de meg fogjuk próbálni, úgy gondolom, ha már elindultunk ebbe a... Nem úgy gondolom, ez biztos, tehát hogyha már eljutottunk, vagy elindultunk ebben a megmérettetésben, akkor, és ezzel a csapattal elindultunk, akkor próbáljuk meg belőle a maximumot kihozni. Kíváncsi vagyok, mert azért a Nyitra azért egy szombos ellenfél lesz majd. Mennyire mutatja ugyanazt az arcát a csapat a Visegrád kupában és az Ebelben? Mert nyilván talán a Visegrád kupában nem akkora a nyomás, és erről beszélgettünk az imént, hogy akkor néha könnyedebben megy a győzelem, vagy jön a siker, hogyha nincsen akkor a teher a vállakon. Nem, azt azért látni kell, hogy ugye a szlovák élvonalból jöttek az ellenfelek, hogy ez teljesen más stílusú jégkorong, mint amit az Ebelben játszanak a csapatok. Ez legfőképpen nekünk akkor volt szembetűnő, amikor a 4 alapszakasz mérkőzésünket lejátszottuk, ugye alapszakasz a visegrádi kupában, majd utána itt a Tocskai Gábor emléktalan először találkoztunk egy olyan csapattal, aki az Ebelben jön, és az Ebel stílusú hokit játszik, ugye a Medvescsák Zágráb, és hát nagyon erősen megleptek minket. Tehát más stílusú a jégkorong egyértelműen, más stílusú játékot is kell játszani. Nekünk, mondom, olyan szempontból azért a bajnokság az elsődleges, mert mi itt szeretnénk, továbbra is itt szeretnénk játszani, itt szeretnénk normális, jó eredményeket elérni, míg ez a visegrádi kupa, ez csak egyelőre egy tesztmód, még senki nem tudja, hogy mi lesz a továbbiakban majd ennek a versengésnek a sorsa. De ha esetleg úgy alakult, azért a Visegrád kupa fináléjában azért jól festen egy volán DVTK. Hát meglátjuk, odáig még azért mind a két csapatnak el is kell jutni, meg az még olyan messze van, hogy addig még egy jó párszor játszunk majd itt az Ebelbe. Érdekes egyébként így a különböző versengésekre való felkészülés, tehát pont azért mondtam, hogy mindig a következő mérkőzés a legfontosabb, ami Znojbóban lesz majd pénteken, és még a vasárnapi meccsel se kell senkinek foglalkozni, ezt most mondjuk a játékosokról mondom, hanem, és nem is foglalkoznak, hanem a következő mérkőzés. Tehát az, hogy majd döntő, az még annyira messze van, hogy abban még bele se merek gondolni. Ami viszont fontos kérdés, hogy a jégkoromban is, illetve hát egy fontos, stabil alap, hogy védj egy jó kapust, azt gondolom, hogy Rajna Miklóssal ez abszolút megvan, viszont ugye mögüle gyakorlatilag kiesett egy ember az ő pótlását, azt mennyire sikerült érzésed szerint jól megoldani? Hát csak a kapus kérdés, ugye azzal a szándékkal vágtunk bele ebben a szezonban a kapus témához, vagy úgy álltunk hozzá ez a kapus témához, hogy a Rajna Miki mellé mindenképp egy külföldi kapus szeretnénk. Viszentinnel közös megegyezésre szerződést bontottunk, mert sajnos az ő sérülése az nem úgy
jött rendbe, mint ahogy mindenki szerette volna, és érkezett helyette egy új észak-amerikai kapus, egy amerikai McCaruth, aki ugye bemutatkozott már egy mérkőzés erejéig, én úgy gondolom, hogy jó tandem lesz ez majd a kapuban, de tehát ahogy mondod, ez nem a kapusokon múlik az, hogy mi most a 14. helyen állunk jelen pillanatban, hiszen Rajna Miki is talán egy mérkőzéstől eltekintve minden meccse megadta a csapatnak a lehetőséget arra, hogy megnyerje a meccset, sajnos a csapat nem élt ezzel nagyon sok esetben. Hát bízunk benne, hogy ez az igen közeli jövőben már megváltozik. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt lettem. Sikeresebb folytatást kívánom neked. Szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézők, ez volt mára a Bajnokok Városa. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, viszontlátásra.